Tisztelt Hölgyeim, Uraim, kedves vendégeink! Mindenkit nagy-nagy szeretettel köszöntöm a mai megnyitónkon a Párkányi Városi Művelődési Központ, a Párkányi Városi Múzeum és a Bényi Múzeum tulajdonosa Kvitek Marián nevében. Vážené dámy, páni, milí hostia! V mene Mestského kultúrneho strediska, Mestského múzea Štúrovo a majiteľa múzea Bíni, Mariana Kviteka, vás všetkých vítam na dnešnej vernisáži. Kereken 300 éve, augusztus 6. napján kelt Bécsben az az adománylevél, melyben 6. Károly, német-római császár, egyben 3. Károly, néven magyar király, kiadta azt az adománylevelet, mely által évi négyszeres vásártartási jogot biztosított Párkánynak. Hogy városunkban pontosan mióta tartanak heti, illetve országos vásárokat, azt ma már nehéz lenne megmondani. Presne pred 300 rokmi, a to 6. augusta, bola vo Viedni vydaná donačná listina, na základe ktorej rímsko-nemecký cisár Karol VI udelil Párkánu jarmočné právo, ktoré mestu povoľovalo ich usporiadanie 4-krát do roka. To, odkedy presne sa v našom meste konajú týždenne, respektívne celoštátne jarmoky, by už dnes bolo veľmi ťažké stanoviť. A török időben az esztergomi memi, Bégi, Pálfi, Miklós, pozsonyi és komáromi főkapitányhoz írt levelében az 1546-os évre hivatkozik, mint a Párkányi vásárok kezdetére. Ezt támaszta alá a helyi hagyomány is, a mai napig innen számítjuk a híres Párkányi vásárok történetét. Osztriomszki begmemi, odvolávajúc sa na skôršie jarmočné tradície, vo svojom liste adresovanom kapitánovi Mikulášovi Pálfimu píše začiatok jarmokov rok 1546. Túto tradíciu podporuje aj miestna história, ktorá dodnes považuje túto udalosť za počiatok slávnych parmanských trhov. 3. Károly 1724-ben kiadott adománylevele már hivatalosan is vásáros helyén nyilvánította Párkány helységét, amely évi 4 országos vásárt megtartását engedélyezte. V roku 1724 vydaná donačná listina už úradne uznala Párkán ako miesto konania jarmokov a súčasne povaľovala organizovanie 4 celoštátnych jarmokov do roka. Az adománylevelet a hercegprímás mellett maguk a párkányiak kérelmezték, mert az különféle kiváltságokkal járt. A századok múltával az eredeti 4 vásárból mára csupán a Simon Júda napi vásár maradt fenn, mely a mai napig jellegzetes színfoltja az októberi kavalkádnak. Donačnú listinu popri arcibiskupovi žiadali aj sami párkáncsania, pretože prinášala zo sebou mnohé výhody. Plynutím storočí sa z pôvodných 4 jarmokov na dnes zachoval len jarmok Šimona Júdu, ktorý je ešte aj dnes charakteristickou farebnou ozdobou októbrevej kavalkády. Tisztelt érdeklődők, most pedig hallgattassék meg az adománylevél szövege, melynek eredeti példányát a helyi tárolóban tekinthetik meg. A teremben kiállított tárgyak 3. Károly korát, a 18. századot jelenítik meg, amelynek javarész Kvitek Marián gyűjteményéből származnak. Vážení zájomcovia, teraz si vypočujte text darovacieho listu, ktorého originál si môžete pozrieť v tam tejto vitrine. Vystavené predmety zobrazujú obdobie Karla III., teda 18. storočie, ktoré väčšinou pochádzajú zo zbierky Mariana Kviteka. Itt megjelent népek, halljátok, fenséges urunk és királyunk, Károly király szavait, amely adománylevél formájában nektek, párkányiaknak szól. Íme, mi, 6. Károly, Isten kegyelméből választott római császár, mindenkor felséges és nemes spanyol, magyar, cseh, Dalmácia, horvát és szlavónország királya, stb.
Ausztria főhercege, Burgundia, Trabancia, Miria, Karintia, Sardinia, Luxemburg, Wittenberga, Télia, Fölső és Alsó Szilézia hercege, Svábország fejedelme, Morvaország márgrófja, Habsburg tiroli ferrét, Kiburg és Govícia grófja, stb. Jelenvaló levelünk foglalatja szerint értésére adjuk mindenkinek, akinek illik tudatván, hogy mi, tekintvén egyfelül a mi atyánk fiának, a tőlünk igazán szeretett barátunknak, a Krisztusban főtisztelendő atyánknak és Szadómia, Júlia, Jelívia és hegységek Szangária és Vesztfália, királyi hercegnek, Krisztián Augustusnak, a Római Szentegyház kardinális presbitereinek, az Esztergomi Egyházi Főmegye érsekének, főtitkos kancelláriusnak, a Győri Püspökség és Győr vármegye örökös főispánjának, valóságos titkos tanácsosunknak és a Birodalmi Közönséges Gyűlésnél meghatalmazott biztosunknak, stb. Alázatos kérelmírása, melyet a fent mondott Esztergom vármegyében lévő Párkány helysége lakosainak részére felségünkhöz nyújtott, másfelől pedig, mint az előbb említett Párkány helységének, mint a körülfekvő szomszédhelyeknek megszerzendő könnyebbségekre és hasznára nézvén, azt ugyanaz ismételt Párkány helysége, mint mostani tudniillik mind jövendő lakosainak, a magyar királyi hatalmunk teljességiből és különös kegyelmünkből kegyelmesen megengedni és helyben hagyni jónak tartottuk. Hogy tudniillik? Négy vásár, vagyis esztendei szabad piarc és ugyan első Szent György vitéz és mártír napján, a másik Szent Bertalan apostol napján, a harmadik Szent Simon és Júda apostolok napján, a negyedik végre szűz Szent Luca mártír napján, és az ezen ünnepeket megelőző és nyomban utána következő más napokon, amelyek arra alkalmatosak, szükségesek és elegendők lesznek a vásár napjaiban tartandó szarvasmarha és mindenféle nemű egyéb barmok árosításával együtt, ugyanazon szabadságok és különös jussok mellett, amelyeknél fogva szabad vásárok, vagy az esztendei szabad piarcok és bármi vásárok a mi szabad királyi városainkban és más egyéb különös szabadságú helyeken tartatnak. A fennmondott Párkány érseki helységben örökösen tarthasson és tartasson. Sőt, megengedjük és jelenvaló levelünk tartalma szerint helybe hagyjuk. Azért benneteket, összesen és különösen minden kereskedők, kalmárok és áros emberek és minden utasok ezeknek rendszerint bizadalmasokká, barátságosokká és bizonyossakká tészünk, hogy a fent érintett vásárokra is, melyeknek a megnevezett Párkány helységben az előadott módon leendő mindenkori tartását elrendeltük, megengedtük, minden bátran, minden portékáitokkal, szeritekkel és jószágtokkal, valamint marháitokkal és barmaitokkal is szabadon, bátran, és minden rettegés, avagy személyetek, jószágtok és portékátok féltése nélkül jöjjetek, siessetek és odajáruljatok, és elvégezvén ugyanott kereskedésbéli foglalatosságtokat, ismét tulajdon hazátokba, vagy ahova szándékoztok, visszatérjetek. Személyetek és jószágtok a mi királyi védelmünk és külön oltalma alatt mindenkor bátorságban megmaradván. És ezeket akarjuk, hogy minden piarcokon és más közönséges helyeken nyilvánossá tétessenek és kihirdettessenek. E jelenlevő levelet pedig
amelyet titkos függő pecsétünkhez, melyet mint Magyarország királya élünk, megőriztetni parancsoltunk. Annak olvasása után mindenkor az előmutatónak visszaadni kívánjuk és parancsoljuk. Költ a mi Ausztria főhercegi városunkban, Bécsben, augusztus hónap 6. napján, Krisztus Urunk születése után, 1724. esztendőben, uralkodásunknak a Római Birodalom 14., Spanyolországon 22., magyar, cseh és többi országainkban pedig hasonlóképpen 14. esztendeiben. Károly! Mindenkinek köszönjük a részvételt, Pokorné Noelnek, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola diákjának köszönjük. A kiállítást ezennel megnyitottnak tekintem, kérem, szeressék a kiállításainkat és látogassák múzeumunkat. Vázsani Návsirnyici, gyakorlom všetkým za účast, Noelovi, Pokornému, Umeleckéško, študentovi základnej umeleckéškoli Ferenca Liszta za učinkovanie, a týmto považujem výstavu za otvorenú. Prosím, milujte naše výstavy a navštevujte náš múzeum. Ďakujem. Akkor lássátok, íme eredeti adománylevél, harmadik Károly királyunk által kiadott donációs levél párkánynak, amely épp 300 éves